Hölgyeim és uraim, a színpadra szólítom a Demokratikus Koalíció elnökét, volt miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet. Látszólag, akkor kezdem még egyszer. Látszólag politikáról fogok beszélni, de csak látszólag, mert amiről beszélni fogok, az elsősorban az erkölcsről szól. Pár napja találkozhattam önök közül nagyon sokakkal a Szabadság téren. Akkor azt mondtam, kimondom, amit mindenki más csak körülír, vállalom, amit mindenki más csak megúszna. Mert nincs idő taktikázni, nincs idő részigazságokat mondani. Akkor mondom most is egyenesen. Ha így folytatjuk, akkor jövőre veszíteni fogunk, és ezzel elbukik a Szabadság ügye, a köztársaság ügye, a felemelkedés, az európai lét lehetősége. Ismerem Orbán Viktort. Kétszer részt vettem legyőzésében. Tudom, hogy ma Magyarországot egy hazug politikai gazember vezeti. Elmondtuk százszor, elmondtuk ezerszer. De mondják, mire mennénk? Annyi futna tőlünk, hogy most elmondjuk 1001-szer. Mire mennénk, hiszen az ítéletet már kimondtuk közösen. Orbánnak mennie kell. Mondjuk a választók többségével ugyanezt, akik változást akarnak. A választóknak igaza van. De miközben ezt akarja a többség, ezt akarják az ellenzék mozgalmai és pártjai, ma mégsem állunk jól. Miért van ez így? Azért, mert ahhoz, hogy legyőzzük Orbánt, ahhoz legelőször is le kell győzni önmagunkat. Legyőzni rossz szokásainkat, kis hitűségünket, a pártoskodást és az önzést. De a választók nem csak ezt mondják. Nem csak azt mondják, hogy Orbán, hogy mondták, takarodj. Nem csak ezt mondják. Azt is megmondják, hogy hogyan. Nagyon világosan, hangosan, jól érthetően. Azt mondják, hogy nekünk, a demokratikus ellenzék támogatóinak, mozgalmainak, pártjainak össze kell fogni. Összefogni. Összefogni, nem kicsit, nagyon. Összefogni, nem kicsit, így. Orbánt erős, egyértelmű, egységes kihívással kell szembeállítani. Egységes ellenzéki blokkra van szükség. Orbán legyőzéséhez közös programmal, közös miniszterelnök jelölttel, közös listával, közös egyéni jelöltekkel. Tegyük hozzá egyenes beszéddel, egyenes akarattal. Mi áll a köztársaság párti ellenzéki blokk útjában? Talán a kormány ármánykodása?
Nem! Vagy isteni akarat? Ugyan, dehogy. Esetleg valami elháríthatatlan jogi csűrcsavar? Ugyan már. Mi magunk vagyunk az akadály. A belenyugvás az elég helyett a kevésbe. Végső soron a nagyvonalúság hiánya, a kompromisszumképtelenség, az önzés, az áthatolhatatlannak tűnő személyi ambíciók. Mindezekért, de mindezekért, és csak ezekért nem Orbán a hibás. Ezért mi vagyunk a hibásak. 1956. októberére a magyarság nagy pillanataként emlékezünk. Olyan pillanatként, amikor a nemzet ügye fontosabb lett a félelemnél, amikor akár életüket is adták hazafiak a zsarnokság legyőzéséért és a szabadságért. De nem elég hivatkozni a hősökre, érteni is kell a példát. Ma senkinek nem kell adni a életét a hazáért, ma ennél sokkal kevesebb is elég lenne. Elég lenne komolyan gondolni és komolyan tenni mindazt, amit mondani szoktunk. Azt tudnillik, hogy bármit meg kell tenni Orbán bukásáért, az önkény bukásáért. A párt, amelyet vezetek, a Demokratikus Koalíció Orbán legkérlelhetetlenebb ellenzéke. Nincs alku, nincs kompromisszum, nincs kiegyezés. Én ennek a pártnak az elnökeként azért fogok dolgozni jövő tavaszig, majd azt követően is, hogy teremtsünk egy szabad, polgári Magyarországot. Szabad, befogadó otthon teremtsünk a hazából. De hadd beszéljek világosan, keményen és egyértelműen. Összefogást hirdetni, de nem tenni, ez nem elég. Nem beszélni kell az összefogásról, hanem meg kell teremteni a feltételeit. Nem beszélni kell az együttműködésről, hanem együtt kell működni. Kimondom, amit más csak körülír. És hát akkor azért is tenni fogok, hogy elhárítsunk minden akadályt az erős, egységes, köztársaságpárti ellenzéki blokk létrehozásának útjából. Mert mindent e cél elérés alá kell rendelnünk. Hát akkor beszéljünk világosan. Az ellenzéknek közös vezetőre van szüksége. Nem kettőre, nem háromra, nem nyolcra, hanem egyre. Egyre. Olyan vezetőre, aki egyesíteni tudja a demokratákat, olyan vezetőre, aki győzelemre vezet bennünket. Aki erre nem képes, akinek az ambíciója akadályozza a teljes körű összefogást, annak át kell gondolni a szerepét, mert ebben sincs kompromisszum. És ha nincs más megoldás, hogy beszéljünk világosan, akkor új vezetőt kell felkérni közös miniszterelnök jelöltnek. Mert közös vezető kell az ellenzéknek. Nem kettő, nem három, nem nyolc. Az ellenzéknek közös listára van szüksége. Az természetes, hogy az országos politikai vezetők ott akarnak ülni a törvényhozásban, hogy képviselhessék azt, amit hisznek. Ez így van rendjén. De ha valakinek a képviselői ambíciója akadályozza a köztársasági ellenzéki blokk közös listájának létrehozását, akkor annak utat kell nyitni másoknak. Akkor most is hadd beszéljek világosan. Ha én lennék az akadály, hiszem, hogy nem, de ha én lennék az akadály, én megtenném. Mert nem azért küzdök, mert képviselő szeretnék lenni. Azért küzdök, hogy győzzünk. Nem én, hanem mi, a demokratikus Magyarország. És
És hogy ne legyen félreértés. Én mindent meg fogok tenni. Vagy így, vagy úgy. Ha kell, felszántom az országot jobbra és balra. Példát mutatva küzdelemből, ha kell, szenvedélyből, egyenes és tiszta beszédből. És hát végül, ahogy Kuncze Gábor barátunk, kollégánk mondta, a köztársaságpárti ellenzéknek a választókerületben egyetlen közös jelöltet szabad csak indítania. Ma nem ez a helyzet. Meg kell állapodni, arányosan vissza kell léptetni jelöltjeinket. Nincs más út, mi, a demokratikus koalíció, erre készen vagyunk. Akkor legyetek készen ti is, mondjuk a többieknek. Nem önzés kell, hanem áldozat kell, nem önzés kell, hanem a haza érdekének szolgálata, bármi áron. A tárgyalásokat nem befejezni, hanem kinyitani kell. Az alkotmányt is állítólag gránitba vésték, és ma 6-szor módosítják. Módosítják, mert ami nem demokratikus, az nem időtálló. És az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokaságának akaratával. Épp ezért tárgyalni, tárgyalni és megegyezni kell. Minél előbb, annál jobb. Akár holnap, legkésőbb kora tavasszal. Mi készen állunk erre. Legvégül és befejezésül, keres barátaim, nem a demokratikus koalícióért aggódom. Mi ott leszünk a következő parlamentben. S hozzáteszem, nem magamért aggódom. Én egyesek bánatára, remélem sokak örömére, politikus maradok és sikerre fogom vezetni a pártomat. Én a hazámért aggódom. És bármit megtennék azért, hogy az újra szabad legyen a remény, a nyugalom otthona. Ezért fogok küzdeni. Magyarországért és a köztársaságért.